A verseny előtt fontos, hogy bemelegítsenek a lovasok. A természetben ismeretlen terepen 20 valamint 40 kilométeres távon mérettetnek meg. Hosszú felkészülési folyamat előz meg egy-egy versenyt, fokozatosan kell felkészíteni a lovakat. A legszebb nekem az benne, hogy együtt tudunk működni, illetve a természetben együtt összhangban tudunk a lovammal menni. Egyébként nehézségnek mondanám azt, hogy több ló van, tehát fontos, hogy figyeljünk egymásra, és természetesen a lovak, illetve a lovasok épsége a legfontosabb. Nyugodt, lassú rajttal kezdődött a verseny. A gyorsaság mellett a lovak pulzusát is mérik, amely nem haladhatja meg a 64-et. A taktika, a ló és a lovas összhangja, kondíciója nagy szerepet játszik ebben a műfajban. Végig futunk egy távot, végig ügetünk, végig gyalogolunk, vágtatunk, és akkor utána ellenőrzés van. A lónak a pulzus számát mérik, és nem szabad, hogy a megadott érték fölött legyen, mert akkor diszkvalifikálnak bennünket, és akkor nem csináltunk semmit. Tehát a lóra figyelünk oda, terepén zajlik az egész, tehát ez egy nagyon jó szórakozás. A kishegyesi távlovagló verseny a szerbiai országos verseny második állomása. Kishegyesen ez az első távlovagló verseny. Két szakaszunk lesz, van egy 20 kilométeres, illetve egy 40 kilométeres szakasz. A 20 kilométeres szakaszon tapasztalatlan versenyzők fognak részt venni, 90%-uk először vesz részt ilyen versenyen. Ők főleg gyerekek. A 40 kilométeres szakaszon ott már profi sportolóink vannak, tehát akik már több évvel űzik ezt a sportot. A verseny szabályai szerint lóháton kell a célba érkezni. A lovakat ekkor megszabadítják a terheléstől, hűtik és nyugtatják. A pulzusszám ellenőrzés után mondható ki, hogy ki a nyertes. A 20 kilométeres szakaszon első az adai Gyarmat István, második a horgosi Húsvár Kálmán, harmadik a kavillói Lajkó Flórián lett. A 40 kilométeres szakaszon a Baina Básta és Stefan Zárigy futott belsőként, a második helyet a kishegyesi Cékus Árpád, a harmadikat pedig a pirosi Brankovics Borislav szerezte meg.